A zsidó negyedet és a Johannita kolostort ugyan nem, viszont számos más különböző korból származó leletet találtak a Murvás parkolóban folyó ásatás közben. Egyebek mellett az 1980-as években lebontott házak között további utcákat találtak, a város két korábbi utcája alatt, a Selyem és a Halász utca alatt. A legújabb, ma már nem létező útburkolat alatt még három útburkolatot találtunk. Az egyik a legalsó, az köves és rőzsével épített útburkolat volt, a másik kettő rőzséből készült útburkolat volt. Más leletek is előkerültek, egyebek mellett egy törökkori kútrendszer is a felszínre került, melynek részeként egy Európában is egyedülálló, viszonylag jó állapotban lévő veszőből font kutat is találtak a szakemberek, de találtak Árpád-korból származó díszített ablakkeretet és egy úgynevezett Dreyhausen-i serlegtöredéket is, melyből 50-60 darab van csak a világon. A megtalált nagyobb jelentőségű leletek a nagy közönség előtt is láthatóak lesznek majd a restaurálások után a Szent István Király Múzeumban. Az ilyen elsődleges, ritka, múzeumi kincsnek számító leletek egész biztos, hogy kiállításra kerülnek. Az ásatás első része lassan befejeződni látszik. Azokat a leleteket, amiket nem lehet, vagy nem érdemes a múzeumba elszállítani, nem sokára visszatemetik majd, hogy megkezdődhessen a Murvás parkoló másik részének feltárása is.